Tapasztalható volt a szeretet a teremben, amikor a 90. életévét ünneplő Lenkeci Józsi bácsi, ahogy mindenki hívja, barátai és tisztelői körében megérkezett. Meglepetés parti volt ez, ahová azok érkeztek, akiknek életét vagy munkásságát akár áttételesen is meghatározta mindaz a szellemiség, melyet Lenkeci József képviselt. Munkássága alapvetően Úszthoz és Sárszentlődinchez kötődik. Ő hozta létre a Puszták népe népfőiskolát. 60 éven át szolgálta a közoktatás és a közművelődés ügyét. Én azt hiszem, hogy nincs ebben semmi fantazmagória. Egyetlen egy dolog, az ember szereti a hivatását, és nem a fizetésért dolgozik, hanem azért, hogy embereket elindítsa az életben. Úgy kell kialakítani az iskola életet, hogy szeressenek a gyerekek oda járni. Ne legyen stressz bennük, ne legyen fönntartás, ne féljenek főként, ne féljenek a nevelőktől, hanem az tényleg, mint a szüleiket úgy fogják fel, és úgy viszonyuljanak hozzá. Én azon voltam mindig, ahol iskolát csináltam, Diósmerénybe, Grábócon és Úszdon, Lőrincen az már nem ment, hogy olyan vonzó legyen maga a környezet is. Ne csak a rideg falak, meg a szemléltető eszközök, padok legyenek, hanem legyen valami vonzereje az iskolának. Ezt azzal tudtuk elérni, hogy maga a hangvétele a tanításnak, a nevelő gyerek kapcsolatnak olyan volt, hogy tényleg családias. Sokszor megítéltek bennünket ezért, vagy megszóltak, vagy legyintettek, mert voltak ugye gerléink, méheink, nyulaink, volt meteorológia állomás, ahol megvolt a gyereknek a feladata, ugye hétről hétre más beosztás, más kapta ezt a beosztást, fel kellett jegyezni a régi hőmérsékletet, a déli hőmérsékletet, az estit följegyezni, és hasznosítottuk, mert a termőszövetkezeteket egy ilyen földöntötte a elevátorát, nem tudom másképpen mondani, és azt írta vissza biztosító, igen, hogyha van dokumentum, és igazolják azt, hogy ilyen erős szél volt arra, akkor megtérítik a kárt, és hivatkoztak a mi meteorológiai állomásunknak az adataira, és megkapták a, még a Farkasfalvi Jóskának az édesapja volt akkor az agronomus, aki itt szervezi ezeket a nagy találkozókat. Szóval egy ember arcú és ember léptékű iskola volt. Szóval nem tudom, sokszor mondták meg, hogy eszembe jut néha, hogy nemzet napszámos. Igen, volt ilyen világ is, amikor nemzet napszámosa volt a pedagógus. De most igazán nem panaszkodhat senki se, mert valóban tiszteletbe állnak a pedagógusok, és messze menően értékelik a munkájukat. Ha az lesz a központ, és az lesz a érdekes és izgalmas, hogy ki mennyit keres, és kinek van nagyobb vagyona is, több pénze, akkor az nem jó irányba vezetés, és annyira anyagias, hát egyébként is elanyagiasodott a világ, és máma szinte mindenütt ezt halljuk, meg látjuk, de én állítom és mondom a 90 évemmel, hogy nem az dönti el az embernek a sorsát, jövőjét, a világgal való kapcsolatát, hogy milyen gazdag, mennyi a fizetés, az is fontos, nem mondom én, nem fontos, de nem ez az elsőrendű. Az elsőrendű az, hogy érzi magát a világban. Ez a mi csoportunk, akik itt most jelen vannak, meg amikor százan jöttek össze, tetszik látni a könnyeket a szemembe, nem tudom nem könnyezni, mert ez valami csoda. Ez az a csoda, amit hálának neveznek, és tényleg úgy érezzük, hogy szinte érzem a bőrömön, hogy meleg itt a szeretet, amivel körülvesznek, és
így érdemes élni, és így érdemes pedagógusnak lenni. Üzenem a jövő pedagógusainak is, akik nem tudom, hogy milyen álmokkal és vágyokkal indulnak neki az életbe, de jó lenne, ha megszívlelnék a gondolataimat, mert 90 év tapasztalata beszél belőlem, és én tudom, hogy nagyon-nagyon sok öröm és nagyon-nagyon sok boldogság van ezen a pályán.